zöld kartont és ugyancsak zöld színű vékonyabb színes papírt, zseníliadrótot és két műanyag szemet készítettem ki a levélkukachoz. A zöld kartonra egy levélformát rajzolok. Kivágom. A zöld vékonyabb színes papírból egy vastagabb csíkot levágok. Ezt a csíkot feltekerem egy hurkapálcikára jó szorosan. Ezt a tekercset a levélszárára ragasztom. A zseníliadrót mindkét végét behajtom. Az egyik végét a hurkapálcika végére ragasztom. Jó sokáig kell ott tartanom a kezemet. Ide egy sárga zsenília gömböt ragasztok. Ez lesz Kukac Berci feje. Rákerülnek a szemei. Most a hurkapálcika másik végét bedugom a lyukba. A zsenília drót másik végét a levél szárára ragasztom, így. Ezt is sokáig szárítom. Kész van Kukac Berci, így mozog a falevélen. Hé, Kukac Berci, ezt nézd, mekkora levéltetű. Hol? Nem látom, Karcsi. Ott, a másik falevélen. Aztán, tényleg. Na, ki kapja el hamarabb? Rajta! Nyomás! Gyerünk! Uh-huh. Ez az! Uh-huh.